építészmérnök hallgatókat vártak a táborba, akik az ott eltöltött napokban örökségvédelmi szempontból értékes épületeknél segítettek, tanultak, dolgoztak. A tábori közösség próbálja ezeket megóvni, és annyi tudást átadni ebben a pár napban, amennyit csak tudnak. Alapvetően bátai származású vagyok, de a fiatalkorom nagy részét itt Bátaszéken töltöttem, tehát itt Bátához, Bátaszékhez, Tornamegyéhez, Sárközhöz erősen kötődöm. Budapesten jártam az egyetemre, aztán most néhány hete van, hogy visszaköltöztünk ide, és már a tavalyi évben egy ilyen tábort megszerveztem, úgyhogy ez már a második ilyen tábor, ahova építészmérnök hallgatók jönnek felmérni örökségvédelmi szempontból értékes épületeket, és hát célunkként tűztük ki itt a helyi civilekkel, hogy ezeket az értékeket megőrizzük, és a nagyobb közönség számára is láthatóvá tegyük azt, hogy mennyi érték vesz minket körül, és próbáljuk ezeket megóvni, akár csak azzal, hogy fölvesszük állapotukat, dokumentáljuk, és a jövő számára pedig megpróbáljuk azt megmutatni, hogy hogyan kellene ezeket helyreállítani, ezeket az épületeket. A mai évben kicsit más struktúrája volt a tábor, ott egy hétfői érkezéssel és egy vasárnapi távozással történt ez a táborozás. Idén egy kissé másként alakult, most a tegnap este érkeztek meg a táborozók, és egészen szerda délutánig vannak itt, tehát most egy teljes hét időtartamára, de egy hét vége is beleesik ebbe a táborba, és alapvetően a táborozók minden reggel-reggeli után valahova egy helyszínre kimennek, felmérik az épületeket, aztán ebédelnek, és ebéd után ugyanezt folytatják. A hét második felébe pedig jellemzően inkább a számítógépen szerkesztik a hét első felében felmérteket, illetve továbbiakban előadások is színesítik ezt a tábort. A tavalyi évben tisztán szakmai előadások voltak a hallgatók részére, idén már olyan előadásokat szerveztünk, amik a nagyobb közönség számára, tehát a helyi lakosság számára is érdekes lehet, és őket is meghívtuk, és tegnap volt az első előadás, ahol elég szép számmal megjelentek már a helyiek is. A táborozók védszáma 7 fő, ez a hét folyamán ez némiképp változik, van, hogy 1-2 fővel többen vagyunk, illetve a tábor legvégére már csak 5-en lesznek. Ez a viszonylag késői augusztus végi időpontnak tudható be, mert hamarosan kezdődik az egyetemi fél év kollégiumi beköltözés tantárgyfelvétel miatt. Kicsit nehezített ez az időszak, a jövő évben majd megpróbáljuk ebből a legoptimálisabb idősávot kijelölni majd a hallgatók számára, amikor akár teljes 10-15 fős létszámmal itt tudnak lenni, és hogyha adódik majd egy olyan feladat, amit ki is tudnak tölteni, akkor igyekszünk ezt fel is tölteni, ezt a létszámot. Most itt vagyunk Bátaszékhez tartozó olajvérpusztán, ennek is a kápolnája mellett állunk, aminek a felmérését már a tavalyi évben megkezdték, de akkor nem jutottunk föl sajnos a tetőszerkezetbe, illetve a toronyhoz. Nem volt meg ahhoz a megfelelő eszköz a semlétre, nem volt, illetve le is volt zárva ez a padlástér. Ezt néhány hete megnyitottuk, hogy a táborozók föl tudjanak menni és fölmérhessék a tetőszerkezetet. Ennek az is az indokoltsága, hogy a torony ebből a nézőpontból nem annyira látszik, de hogyha valaki oldalról ránéz, akkor jelentősen megdőlt a tetőszerkezet felé. Ezt mielőbb orvosolni kell, mert már harangozni sem lehet a toronyban, annyira rossz az állapota. Ez egy eredendően rosszul kialakított szerkezet, még tovább károsodott, és ez okozta ezt a problémát. Úgyhogy a hallgatók felmérése alapján mi építészekhez tovább fogjuk ezt a feladatot vinni, és készítünk majd egy olyan tervet, amivel egy megnyugtató megoldást tudunk majd erre a problémára adni a közeljövőben. Illetve a csapatnak egy másik része pedig most fönt van itt a lajvéri pincesoron. Ott van egy nagyon értékes helyi védelem alatt álló téglahomlokzatos présház. Nagyjából a századfordulón épülhetett, és nagyon egyedi, értékes homlokzata van, ilyen sarokdíszekkel, profilozott lábazattal. Tehát ezeknek az állaga már szintén igencsak leromlott, éppen egy-egy részletet még talán most meg tudunk fogni, és le tudunk egyes méretarányban mérni. Ezt már lehet, hogy jövő évben nem tudnánk megtenni, mert annyira pusztul sajnos a homlokzata, de most igyekszünk minden részletet még eredeti formájában dokumentálni.
Ez a mai napnak egyébként a programja, holnap Kövespusztára tervezünk menni, ahol szintén vakolatdíszes homlokzatokat mérünk fel, a további napokban pedig Bátaszék utcáin fogunk utcaképi felméréseket végezni. Görcs Péter bátaszékiként fókuszba helyezi a környék épületeinek megőrzését, fenntartását, renoválását. Hogy sok-sok év múlva is ékesítsék a régiót ezek a kivételes, hangulatos építmények. Sok-sok ember kérésére felvállaltam azt a feladatot, hogy a műemlékekkel, a műemlékvédelemmel, illetve az értékeink védelmével foglalkozzak. Azért is vagyok itt, hogy a legfontosabb, amit el kell mondanom mindenkinek, hogy ez az egész nem történhetett volna meg akkor, hogyha az emberek nem olyan adakozóak, nem olyan segítőkészek, és nem olyan szemlélettel bírnak, hogy valóban ami megvan, azt meg kell menteni, amire oda kell figyelni, arra oda kell figyelni, és tudom, hogy ez nem egy gyors folyamat, de perspektívába és hosszúságába, tehát időbe, ha gondolkodik az ember, akkor oda el fogunk talán valamikor jutni, hogy az állaguk ne romoljon az épületeknek, és akkor ilyen szinten egyfajta általános jó közérzete legyen az embernek a városba, amikor látja, hogy megvannak a régi emlékeink, és azok nem pusztulnak, és sőt, talán esetleg egyre szebbek is lesznek. És itt köszönöm Farkas Tamás úrnak a részvételét, aki egy szerencsés találkozásunk után segített engem, hogy ezt az egész problémát megoldjuk. Ő a szakmai hátterét biztosítja a dolgoknak igen kimagasló szinten, mi pedig azt a fajta kevésbé látható, de azt hiszem fontos tevékenységet, hogy az itt lévő táborlakóknak ez egy élmény legyen, jól érezzék magukat, szívesen jöjjenek ide, és történjen valami ezekkel az emlékekkel, ezekkel az értékekkel. És most egy kicsit, ha jövőben nézek, akkor azt is szívesen elmondom, hogy a mostani új városvezetés is azt a fontos szempontjai közé vette, hogy a távlatokban gondolkodva kell ezeket a dolgokat kezelni, és kell ezeket a problémákat megoldani. Ennek is az a jelentősége, hogy nem aktuálisan az adandó problémákat kell tűzoltás szerint megoldani, sokszor óriási pénzzel és fölöslegesen és rossz kivitelezésbe, hanem egy kicsit előre gondolva, végig gondolva a dolgokat, a pénzügyi egyéb lehetőségeket, és így lépjünk tovább, és így próbáljuk megmenteni értékeinket. Mint bátaszéki azt tudom mondani, hogy nagyon sok értékünk van. Ez a település alapvetően svábok által lakott település volt. A sváboknak az alaptermészete az, hogy igen, szeretik az értékeiket, meg is óvják. A Budapesti Műszaki Egyetem két építészmérnök hallgatója itt épp méréseket végzett. Akadt köztük olyan is, aki már a tavalyi munkáját folytatja idén. Építészmérnöknek tanulok. Ez most már a második táborunk itt Bátaszéken, és tavaly én voltam az, aki többek közt másokkal felmértük ezt a templomot és berajzoltam. Igen, megtapasztalhattam azt, hogy milyen a felmérési folyamatok, amit korábban még nem csináltam. Többek között ilyen mindenféle ívek felmérése, felszerkesztése, az apróbb részleteknek a kidolgozottságának a felszerkesztése. Ez egy olyan tapasztalat volt, amit korábban még nem nagyon éltem meg. Az építészklub szakkollégium jóvoltából jöttünk le ide Bátaszékre felmérni ezt a kápolnát. Én tavaly nem voltam, tavaly volt ennek ugye már egy első esemény ennek a felmérőtábornak, és idén folytatjuk ennek a hagyományát. Tavaly a többek között Krisztófer is felmérte ennek a kápolnának a falazott szerkezeteit, és idén a tetőszerkezetekkel folytatjuk. Mivel én most új vagyok, egyelőre még csak elébe nézek az új tudásoknak, de biztos vagyok benne, hogy a többiektől és a saját tapasztalataimból rengeteget fogok tanulni. A tábor szervezői 2025 nyarán is várják majd a hallgatókat, akik az építészmérnöki hivatást tekintik a jövőjüknek.